Tiszteletem, köszöntök mindenkit a mai GDPR előadásunkon. Örülök, hogy ilyen szép számban vagytok jelen, és kezdjünk is neki. Kicsit a technika szokás szerint megtréfált minket szerintem, de engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy a cégünk a Capgemini idén lett 50 éves, a magyarországi cég pedig 20. Úgyhogy úgy alakult ez történelmileg, hogy hétfővel indult a cég Párizsban, 1967-ben, és azóta már egy igazi multinacionális céggé nőtte ki magát. Most már több mint 190 ezer alkalmazott van a cégen belül, és világszerte több mint 40 országban vagyunk jelen. Igazság szerint 44-ben, hogyha jól tudom. Számos szektorban szolgáltatunk, alkalmazáshoz, technológiához és tanácsadáshoz köthető termékeket, illetve szolgáltatásokat. Változatos és innovatív portfólióval rendelkezünk, amiben megtalálható a kiberbiztonság és az adatvédelem is. Körülbelül 2500 IT biztonsággal foglalkozó tanácsadónk, illetve szakértőnk van a cégcsoporton belül. És akkor térjünk is rá arra, hogy miről fogunk ma beszélni. Nagyon egyszerű, a GDPR-ról, ahogy az előadás kiírásában is szerepelt. Nagyon röviden, hogy mi is ez pontosan, aztán az eddigi tapasztalatok, illetve néhány félreértést szeretnék kiemelni, amivel találkoztam itt az elmúlt pár hónapban. Aztán beszélünk egy kicsit a kihívásokról, hogy mit jelent a felkészülés. Nagyon röviden, aki esetleg még nem találkozott vele, a jogi környezet, hogy mit is jelent, tulajdonképpen egy Európai Uniós rendeletről van szó, ami kötelező érvényű, tehát ez egy rendelet, hatályos, és csak annyi, hogy alkalmazni jövő év májusától kell. Tulajdonképpen erről van szó. Van egy testvér párja, hogyha úgy tetszik, ez a bizonyos 680-as. Ez főleg a bűnügyi, illetve nyomozáshoz és a hatóságok közti kapcsolattartásra speciális esetekben szolgál. Ez egy úgy szintén egy irányelv, ami azért érdekes, mert nyilván a hatóságok jogkövetőek akarnak maradni, és be fogják tartani akkor is, hogyha irányelv, nem csak egy rendelet. És kapcsolódik ide még egy, a 45-ös 2001-ből. Ez azért érdekes megemlíteni, mert itt a hivatalok és a közintézmények kapcsolattartására vonatkozik az unión belül, viszont ez egyelőre nem frissült a GDPR megjelenésével, viszont az unió tervezi azt, hogy ezt is frissíteni fogja. És hát természetesen itt van a magyar infotörvény, ami úgy szintén egy frissítésre vár hamarosan. Ez a slide röviden foglalja össze, azt most nem fogom felolvasni értelemszerűen, hogy mit jelent a GDPR, illetve mik a fő paraméterek, amikről nagyjából az előbb is beszéltem. Egy dolgot viszont kiemelnék, hogy bár még úgy tűnhet esetleg, hogy sok idő van a felkészülésre, szerintünk már nincs. Azért mondom, hogy szerintünk, mert ezt mi is elkezdtük a cégen belül, és azt látjuk, hogy egyre több csontvász hullik ki a szekrényből minden egyes nappal, hogyha úgy tetszik. Néhány alapfogalom, illetve elem, amit a GDPR felkészüléssel kapcsolatban úgy mindenki emlegetni szokott. És itt viszont azt szeretnénk kiemelni, hogy innentől kezdve dokumentálnunk kell nagyon sok mindent. Ez a dokumentálás ez azt jelenti, hogy későbbiekben ugye nekünk kell majd, mármint a cég, illetve szervezet szempontjából, nekünk kell majd bizonyítani azt, hogy mi mindent megtettünk a jogszabály betartásáért, illetve rendelet betartásáért. És ez bizony csak úgy lehet, hogyha egy irányítási rendszert üzemeltetünk erre. De erről majd még később néhány szót. És akkor, hát amit a GDPR-ról én mindig el szoktam mondani, amikor elkezdünk beszélgetni valakivel, hogy bármennyire is szeretnénk azt, hogy ez a cégekről, a szervezetekről és egyebekről szóljon,
Ez részben így is van, és nagyon sokat foglalkozik a GDPR ezzel, de tulajdonképpen miért? Azért, mert egy alapvető emberi jogot szeretne egyre jobban megszilárdítani és kiteljesíteni. És az a jó hír, hogy itt ezzel az egységes jogi környezettel ez könnyebb lesz, mint korábban. Hiszen például az Unión belül abszolút nem volt egységes az, hogy a személyes adatokhoz hogyan állnak a hatóságok. Reméljük, hogy jövő év májusától kezdve ez sokkal egységesebb lesz. Na és akkor térjünk rá azokra a bizonyos félreértésekre, mondjuk így. A felelősség kérdése. Ezt többször hallottuk kérdésként, hogy ha az XY cég megbíz minket, akkor milyen garanciát tudunk arra adni, illetve milyen felelősséget vállalunk azért, stb. És hogy akkor adjunk garanciát. De szó szerint ez, hogy szavatosság garancia. Érdekes, mert cégen belül volt egy ilyen kommunikáció még körülbelül egy évvel ezelőtt, amiben explicit már mondták nekünk, hogy semmilyen ügyfélnek soha nem mondhatjuk azt, hogy garantáljuk neki a GDPR megfelelést. Ennek több oka is van, részben a céges szabályaink nem teszik ezt lehetővé, hogy idézőjelben így ámítsuk az ügyfelet. A másik pedig az, hogy a jogszabály is kimondja, hogy a felelősséget nem lehet áthárítani. Tehát nem lehet az, hogy veszünk egy biztosítást arra, hogy kihívtunk valakit és megmutatjuk, hogy mi GDPR compliantek vagyunk. Ilyesmiről nem igazán van szó, tehát ezt nem lehet megtenni. Igazából garanciát azt inkább abban a tekintetben lehet kérni, hogyha már a garanciáknál tartunk, hogy az adatfeldolgozó például mit követelhet meg az adatkezelő mit követelhet meg az adatfeldolgozótól. Például azt megkövetelheti, hogy milyen kontrollrendszert állít, a kontrollrendszerben az intézkedéseket hogy tartja be, és ehhez kapcsolódó garanciavállalásról lehet beszélni. Ezért furcsa, amikor mondjuk egy termékre rá van írva, hogy 100% garancia, compliance és egyebek. A másik félreértés, vagy hát ilyen keringő gondolat az, hogy még nem alkalmazza senki ezt a jogszabályt, még biztos senki nem foglalkozott vele, kevesen vagyunk, akik egyáltalán foglalkoznak vele. Ezt akkor szoktuk látni, amikor megpróbálja az ügyfél vagy egy kollega megnyugtatni magát, hogy a GDPR-ra még nem kell foglalkozni. Szerintem ez nem biztos, hogy jó taktika, illetve biztos, hogy nem. A másik pedig az, hogy számos cég már elkezdett foglalkozni ezzel. Nálunk például egy 20 fős csoport dolgozik Hollandiában csak azon, hogy a belső és a külső módszertanainkat egyfolytában fejlesz ebben a tekintetben, mert azt látjuk, hogy projektről projektre egyre több mindent tudunk arról, hogy mik lehetnek az ügyféligények. És hogyha már ez még egy mondat, hogy 2016-ban már a francia és a holland hatósággal tudtuk véleményeztetni és elfogadtatni a saját Binding Corporate rule-unkat, illetve hát szabályainkat. Ugye ez több dokumentum elsősorban a adatcserére és egyébeknek a feltételeire vonatkoznak. Aki esetleg még nem foglalkozott vele, ez is egy eszköz a GDPR megfelelésben, de ez sem egy mindenre jó és mindent megoldó valami egyébként. És teszünk további lépéseket is. Például van egy információbiztonság irányítási rendszerünk, amit évvégével le kell, hogy cseréljünk, egy teljesen újra idézőjelben, tehát egy verziót fog ugrani az 1.0-ról a 2.0-ra, ami eléggé nagy verzióugrásnak számít, de pont azért, mert a GDPR megfelelés az ekkora változást fog hozni valószínűleg az irányítási rendszerünkben is. És akkor egy másik történet az, hogy ez mekkora munkát jelent. Itt már több szlájdon utaltam arra, hogy a GDPR megfelelés az nem egy rövid valami, tehát nem egy kéthetes projekt, és azt sem feltétlenül érdemes gondolni, hogy egy eszköz beruházásával vagy egy pár jogi nyilatkozat átírásával túl vagyunk ezen. Igazából ez egy tényleg stratégiai kérdés, és érintve van a cég szinte minden szervezete és folyamata.
Az ábrán látható egy általános példa arra, hogy egy ilyen alapvető, mondjuk readiness felmérés, az körülbelül 2 hét alatt megvan, de még egy teljes implementálás az szerintünk minimum 10 hónapot vesz igénybe. Minimum. És a félreértések elkerülése véget, itt nem naptári napokról beszélek a 10 hónap alatt, hanem inkább embernaptárt ráfordításban beszélünk erről. Nyilván ezek csak tájékoztató jellegű szlájdok most, de azért az látszik, hogy megpróbáltunk már most belevenni olyan tevékenységet, amiket ténylegesen a cég végre is hajtott már, és láttunk ilyet, hogy mennyi ideig tart. Amiről még mindenki szokott beszélni, ez a bizonyos hatásvizsgálat, hogy mi is ez pontosan, illetve mit értünk ez alatt. Talán úgy a legegyszerűbb magyarázni, hogy ez is egyfajta kockázatelemzés, ahol a személyes adatok kerülnek a középpontba. Igazából, hogyha megnézzük, róluk még lesz szó, van ez a bizonyos 29-es munkacsoport, ők is adnak ki ajánlásokat, például erre vonatkozóan is, és ők is bizony teljesen általános visszamenek a KH-hoz, és olyan ISO sztenderdeket, mint például a 31.000 olyanokat hivatkoznak meg, mivel hogy ez egy kockázatelemzés fajta. A másik érdekes kérdés, hogy vajon kötelező ez a hatásvizsgálat, nem kötelező, illetve nem minden esetben, megvan az, hogy mikor. Például, hogyha automatizált adatkezelést végzünk, vagy a személyes adat különleges kategóriáival dolgozunk, és ezt azért is emeltem ki itt a szlájdon is, mert ez egy érdekes kérdés, hogy mikor lép át a személyes adat különleges kategóriába. Tehát ugye ezzel nagyon kell vigyázni, mert kontextus függő is, tehát lehet, hogy egy teljesen ártatlan adat, ami idézőjelben mondva normál mezei személyes adatnak tűnik, bizonyos kontextusba helyezve már bizony érzékeny adattá válik. Most nem akarok itt az általános példámba belemenni, de mindenki el tudja képzelni. Azért egyet mégiscsak. Ez a tipikus randi oldal, meg egyebek, tehát ott azért már kontextusba helyeződik egy név, vagy egy cím, vagy egy fotó, bármilyenhez hasonló. Jó, szerintem ez egy elég illusztris példa. És akkor nézzük, hogy ez a bizonyos 29-es munkacsoport mivel járul hozzá az életünkhöz. Sok útmutatót lehet találni a honlapjukon. Többek között itt van egy ábra arról, hogy ezt a bizonyos hatásvizsgálatot mikor végezzük el, mi az eredménye, milyen bejövő adatai vannak, de ez csak egy tényleg egy általános megközelítés, amivel irányba szeretnék állítani az embereket. De szerintem jól csinálják. Eddig úgy tűnik, hogy a hatóságok is segítőkész magatartást és hozzáállást mutatnak a GDPR-ral kapcsolatban. Most akkor itt egy nagyon rövid párhuzam, ugye az angolok és a magyar nagy hatóság között. Láttuk azt, hogy viszonylag rövid idő után, hogy megjelent az útmutató Angliában, nálunk is megjelent. Tulajdonképpen egy fordítása ez, de szerintem nincs ezzel baj. Át lehet venni másoktól olyan gondolatokat, amik jók, és lehet vele foglalkozni. Ez lehet, hogy egyben azt is jelenti, hogy hasonló hozzáállást mutat majd a NAIC, ugye most tényleg nem a nevükbe akarok nyilatkozni, de remélhetőleg hasonló hozzáállást fog mutatni, mint az angol hatóság. Mert hogyha az ember egy kicsit figyeli ezt a témát, meg nézi az interjúkat, amiket a ICO képviselői adnak, akkor abból az tűnik ki, hogy ott nem várnak egy ilyen nagyon gyors megfelelést mindenkitől, viszont segítőkész a hozzáállás tényleg. Tehát rádióműsorokban, tévében itt-ott szerepelnek, és próbálják felkészíteni az intézményeket erre. Aztán a következő szlájdon már azt szeretném bemutatni, hogy mi is ez. Tehát ugye azt nagyjából már kijelenthetjük, hogy nem egy újabb termék vásárlásáról van szó. Én azt a megközelítést szeretem, amikor arról beszélünk, hogy szemléletváltás szükséges ahhoz, hogy a GDPR-t be tudjuk tartani, nem kontrollok meg eszközök. Nyilván azok is kellenek, de igazából itt az adat életciklusával kell foglalkoznunk. Erre vannak modellek, mi is csináltunk már ilyeneket, van számos módszertanunk erre, de igazából ezek megint csak nem új dolgok. Tehát ezért is mondtam, hogy
aki azt veti föl, hogy ezzel még senki nem találkozott, lehet, hogy GDPR idézőjelbe plecsnie senkinek nincs még, de az elemei már igenis megtalálhatóak a idézőjelbe régmúltban az adatvédelem elkapcsolatban. És akkor a következő ábra pedig bepillantást nyer abba, vagy bepillantást mutat abba, hogy egy nagy céges környezetben mondjuk, hogy szoktuk elképzelni azt, hogy milyen mondjuk az képességek kellenek ahhoz, hogy el tudjuk végezni, illetve tudjuk működtetni ezt az adat életciklust. Hát kell egy pár. Nyilván nem mindenkinek minden, és ezekből sem feltétlenül 100%-os megvalósításban, de minél inkább többféle adatkezelést végzünk, annak inkább el fogunk jutni, hogy közelítünk valami ehhez hasonló térképhez. És hát milyen út vezet a megfeleléshez? Ez megint csak egy idézőjelbe tett általános példa. A projektszerű megvalósításhoz megint csak egy útról beszélünk, tehát nem arról, hogy egy valamit leteszünk, és akkor az jó. A boltban megvett dobozos termékkel kész vagyunk. Ezt, tehát félreértés ne essék, technológia és technikai megoldások, és nagyon sok minden, például bizonyos legacy rendszerek előtét rendszerezése, vagy átírása, újraírása szükséges lesz ehhez. Tehát abszolút nem a gyártók ellen beszélek, sőt, nekünk is nyilván vannak partnereink, akikkel olyan dolgokat oldunk meg, amit egymagunkban ez a 190 ember, 1000 ember sem képes feltétlenül megoldani. De azt mondom, hogy ilyen egy valami megoldás, aztán végeztünk is a projekten, ilyen nem nagyon létezik. Legalábbis eddig nem láttunk ilyet. És akkor itt van egy nagyon leegyszerűsített adatmenedzsment rendszer, hogyha úgy tetszik, egy ilyen referencia modell. Látjuk rajta, hogy vannak entitások rajta, ugye akit mondjuk data requestorként szerepel, az akár üzleti oldalról is lehet, aki már fogadja a bejövő kéréseket az ügyfél felől, de maguk az érintettek is lehetnek. Aztán ott vannak az adatforrások, amik vagy szervezeten belül, vagy a szervezet határain vannak, ahol bekerül az adat a szervezetbe. És akkor nyilván ott van a management team, akinek vannak elvárásai, stb. Valahol tároljuk is az adatot, ez például ott van, mint data storage, és azt lehet látni, hogy középen van ez a management rendszer, aki megpróbálja kiszolgálni ezeket az igényeket, és irányítja ezt az egész hozzáférést. És ismét a csoportban végzett projektek alapján kijelenthetjük, hogy cégünk által biztosított megoldás több szinten valósul meg a partnerek segítségével, ahogy azt említettem. Tehát mi például elismerjük, és kifejezetten bátorítjuk is azt, hogy az ügyfeleink több partnerrel dolgozzanak együtt egy projektben, hiszen, ahogy mondtam, mi például a tanácsadás részéhez értünk a projektnek, és nem fogunk eszközöket telepíteni, vagy nem tudunk automatizált adat feltérképezést végezni. Illetve hát tudunk, csak vendorok bevonásával. És akkor itt az előadás végéhez közeledve, amit mindenki meg szokott említeni, és ijesztegetés céllal sokszor, az óriási büntetések. Hát igen, a lehetőség adott rá, és ezt a hatóság is elismeri, és nem tudom, hogy ki figyelt oda, vagy ki tudja így a történelmét ennek, de a GDPR tervezeteiben még magasabb összegek is szerepeltek, ahhoz képest már mérsékeltek bizonyos összegeket. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igen, nyilván lesz precedens, és nyilván lesznek büntetések, de a hatóság dönthet úgy, hogy akár nem is ad büntetést. Tehát már is anyagi büntetés nem. És azon belül is, hogyha ad, tehát kiró valami bírságot, akkor az mekkora legyen, tehát nem egyből a 4%-ot vagy a 2%-t fogja megkapni az illető szervezet. Miért nem? Hát azért, mert a hatóságnak nem az a célja, hogy ellehetetlenítsen cégműködést, illetve szervezeti működést, hanem az a célja, hogy egy olyan eszköz legyen nála a tarsójában ezekkel a büntetésekkel, ami, és mondjam, ösztönözi azt, hogy ne az legyen, hogy az emberek ülnek és nem csinálnak semmit egészen addig, ameddig a határidő el nem jön, és majd az első felszólításra csinálunk valamit. És azt látjuk egyébként, hogy ez azért valamilyen szinten működik is.
És akkor a kihívások, illetve néhány gondolat a jövőről. Ahogy már itt megpróbáltam ezt átadni, szerintünk ez egy data management projekt minimum, vagy valami ilyesminek kéne hívni, tehát ez nem egy jogi megfelelés projekt, nem nyilatkozatok átírása, nem egy IT projekt, hanem valami olyasmi, ami a szervezet egészére kiterjed. Javasolt, illetve erősen ajánlott egy ilyen data flow map összeszedése. Ez még sok minden mással is jár egyébként, mert ezt is fel szoktam hozni, az egyik kedvenc példám, és hát sajnos a gyakorlat nagyon sokszor igazolja, hogy a dobozokban, karton dobozban tárolt szerződés, az nem az igazi. Tehát ott nem igazán tudjuk, hogy milyen adat megy feltétlenül a partnereinknek. Erről majd még egy pár mondattal lejjebb is beszélek. Tehát a másik, hogy ez egy menedzsment rendszer összeállítását követeli meg tulajdonképpen, azt most lehet bővíteni a meglévőt, ahogy mondjuk mi is csináljuk egyébként, de PDCL-szerű megközelítést kíván, tehát ez is egy ilyen furcsa tévedés szokott lenni, hogy lezárul a projekt, és akkor GDPR compliantek vagyunk, megkaptuk a plancsnit, és akkor vége. Tehát innentől kezdve ezzel nem lesz dolgunk. De azért vannak olyan jelek, amik ugye a jogszabályból is kiolvashatók, hogy például az, hogy DPO-t kell kinevezni bizonyos esetekben, és újra végezni ezeket az elemzéseket, illetve bizonyos dolgokkal foglalkozni, ami azt sugallja, hogy nem elég egy interfész mondjuk a adatcseréhez, a data portability-hez, meg egyemekhez. Tehát ez kicsit többet sejtett. És ezért javasolt is, hogy mondjuk KPI-okat állítsunk föl, és hát nyilván fejezéseket, bizonyítékokat kell gyártanunk ezen túl valamilyen szinten a GDPR-ra is. És még egyszer, szerintem sokkal könnyebb, hogyha már egy meglévő rendszerbe integráljuk ezt be, és nem külön akarunk elkezdeni egy újabb rendszert felállítani. Természetesen itt hátrányban vannak azok, akiknek nincs még semmilyen ehhez hasonló rendszerük. Aztán érdekes kérdés, hogy ugye erről a data flow mapről jutott még eszembe, hogy a Shadow Processes, vagy Shadow IT, és egyéb ilyen shadow kezdetű elnevezésekkel mi van. Hát ugye az van, hogy sokszor azt látjuk, hogy van valami core rendszer, vagy egyéb olyan IT rendszer, ami kezeli mondjuk most ebben a példában az önéletrajzokat, és mindemellett azért, hogy a kollégák gyorsabban és hatékonyabban tudjanak dolgozni, ugye ez szokott lenni az indok, ezért mondjuk e-mailben is elküldik az önéletrajzot. Amivel nincs baj, mert tényleg a hatékonyságot biztos növeli, hogy a vezetőnek el lehet küldeni adott esetben a CV-t, és meg tudja nézni akár a kocsiban ülve is, amíg áll a dugóba, hogy az újabb kollégát hogy vegyük föl. De viszont az a helyzet, hogy ezzel meg azt veszélyeztetjük, hogy az adat kikerül teljesen a kontroll alól, és elkezd keringeni egy olyan IT rendszerben, ugye mint a levelezés, amit sokkal nehezebb kontrollálni, mint azt az zárt rendszert, amit már valaki fáradtságos munkával megalkotott. Aztán az adatszivárgás, illetve ennek a következményei, ez egy érdekes kérdés, mert vannak bizonyos, hát igen, szóval nagyon rövid ez a 72 óra, ez az igazság. Sokszor ahhoz is rövid, hogy egyáltalán észrevegyük, hogy adatszivárgás történt, főleg akkor, hogyha ügyfélnél dolgozunk, bekerülnek egyéb, hát, és honnét veszük észre, hogy adatszivárgás volt? Amikor az adott IT rendszerből valami riasztás jön, hogy itt már pedig adatszivárgás volt egy DLP rendszeren, akkor az még egyszerű. De amikor mondjuk projektmenedzserek leveleznek egymás között, és irogatnak jelszavakat bizonyos adatbázisokhoz, és kiderül, hogy abban az adatbázisban még éles adatok is voltak, pedig csak tesztadat lenne, stb. Ez a végtelenségig tud fokozódni, és tulajdonképpen az adatszivárgás már régen megtörtént, vagy megtörténhet. Tehát potenciálisan már minden lehetőség ott van, minden lehetőség adott, és ebben az esetben is már értesítenünk kellett volna a hatóságot. Na hát itt meg a szokásos dolgok, képzés és egyebek jönnek elő. Ebből is látszik, hogy nagyon hasonlít mondjuk egy ISO irányítási rendszerhez ez az egész. Aztán még két mondat igazából, és ahogy látom, le is jár az időnk, pedig tényleg még rengeteget lehetne erről beszélni. Az adatszolgáltatáshoz, törléshez és egyebekhez is nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Főleg úgy, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy vannak partnereink. Az előbb már utaltam erre, hogy a partnereink lehet, hogy csak
új partnerek, hogy valami automatizált interfészünk van, és nem beszélgetünk a túloldalon lévő kollégákkal túl gyakran. Viszont az automatizált interfészben nem fér bele az, hogy értesítsük őt, hogy most egy adatszolgáltatás van, vagy egy törlés, akkor mit kell csinálnunk? Előszedni egy e-mail címet, fölhívni valakit telefonon, és ha ez a szerződés egy szekrény alján napul, nem éppen friss, mondjuk 5-10 éves, akkor eléggé valószínűleg a megadott kapcsolattartó ez már nem fogja fölvenni a telefont, vagy azt mondja, hogy már egy másik cégnél dolgozik például. És hát van egy rossz szemlélet, amit sajnos eléggé sok intézmény követ, ez, hogy minden forrásból gyűjtünk adatokat minden irányból, újra és újra bekérjük. Ezt meg lehet ideologizálni azzal, hogy ez nagyszerű, mert akkor mindig frissítjük az adatokat, és mindig az újabb és újabb adat van nálunk, és akkor nem avulnak el az adatok, de valójában azért az esetek többségében az történik, hogy egy szigetrendszerben eltároljuk az adatot, és a szigetrendszerben ott marad, utána újra elkérjük az adatot, és a másik szigetrendszerben már jó lesz az adat, de ez a jövőben nagyon rossz taktika lesz, szerintem. És akkor néhány Capgemini is referencia így a végére, ami GDPR-ral kapcsolatos. És szeretném megköszönni a figyelmet.